HitSpace Studio technikát azóta ismerem, hogy a Modulárnak nekiálltam, és ugye a Modulárma című sorozatukat néztem, és onnan ismertem meg őket, aztán a termékeiket. Én ugye a saját gyártmányú modulokkal elkezdtem a fejlesztését a saját modulár rendszeremnek. Igen, folytatni kéne, fogom is folytatni, nincs elfelejtve, nincs abba hagyva, fogok én még modulározni. Nos, a Davidovics Ádámot is onnan ismerem, mert hogy ő az ügyvezető, és a videókban az egyik főszereplő mindig is ő volt, a Helmut mellett, aki meg zenélt, és bemutatta a készülékeket működés közben. Nos, az Ádámmal én munkakapcsolatba is kerültem annak révén, hogy volt nekik egy saját építésű, saját fejlesztésű stúdióba szánt erősítőjük, egy sztereó erősítőjük, egy LM3886-os IC-re épülő sztereó, azt hiszem, hogy dual mono felépítésű, bár erre már nem emlékszem, erősítőjük, és ezt az erősítőt kellett egy kicsit alakítani. Nos, ebben a segítségemet kérte, plusz alkatrész beszerzésben is segítséget kellett neki nyújtsak, mert nagyon sok alkatrész már onnan nem volt beszerezhető, ahonnan ők addig rendelték, és én egy csomó jó helyet mutattam nekik, ahonnan akár még olcsóbban is beszerezhették ezeket a termékeket. Utána viszont az Ádám úgy döntött, hogy azt a fajta erősítőt és annak a forgalmazását azt leállítják, megszüntetik, és átálltak egy D-osztályú, jó minőségű stúdióerősítő forgalmazására, és így bennmaradt a rendszerbe egy nagy adag alkatrész és ehhez a projekthez tartozó összetevő. Onnantól kezdve nem volt rá szüksége, elektronikai hulladéknak nem akarta szánni és kidobni. Megkérdezte, hogy nekem van-e rá szükségem, mondtam, hogy akár jöhet is, és reméljük, hogy jó helyen lesz nálam. Nos, két szép nagy dobozban, először azt hittem, hogy valami erősítőt küldtek már megint javításra. Két szép nagy dobozban jól becsomagolva érkeztek a erősítő és annak tartozékai elvileg, de most ezt jó, ki fogom nyitni ezt a két dobozt, és megmutatom nektek, hogy mit kaptam a HitSpace-től. Mint mondtam, két jól megtermett dobozról van szó. De talán a kisebbikkel kezdem, ami legalább olyan nehéz, mint amilyen nagy. És még így is ő a kicsi. Na akkor, nyissuk föl, lássuk, mit rejt. Mondtam, szépen be van csomagolva. Helyebb jövök már a kamerával. Láttam is, amit csinálok. Először meglepődtem, mert az Ádámtól már régebben ugye kaptam belőle ezt-azt, hogy azon gyakoroljak. Én át is terveztem egyébként a nyáklyukat, meg is építettem egy verziót, házilag épített, házilag maratott nyákra. És gyönyörűen működött egyébként, el is küldtem nekik, ők ott tesztelték, tetszett nekik, aztán talán át is tervezték ilyen JLC-PCB formátumra, hogy sorozat gyártani lehessen. Na most, hogy ott hol akadt el és meddig jutott el a projekt, az majd lehet, hogy most kiderül, mert erről már nem lett információm, csak hogy el lett engedve ez a fajta erősítő, mert sajnos az LM3886 egyre drágább lett és egyre beszerezhetetlenebb. Úgyhogy nézzük, mi van ebben a dobozban, szépen becsomagolva. Ez meg mi? Hűha, szerintem ez a dobozunk. Aha, ezt majd egyet ki fogok nyitni. Ez egy regdoboz, képzeljétek el, itt lehet látni a kis papíron, hogy összerakva mi lesz belőle. Ez egy erősítő dobozka, gondolom borda nélkül, de hogy eleje, hátulja, hogy néz ki, ezt majd lehet, hogy kinyitjuk. Meg van itt másik is belőle. Enyhén darabok van. Aha, ez kisebb, ez valószínűleg a két fedőlemez, az, hogy az alsó meg a felső. Majd megnézzük, hogy egyet összerakok-e. Ez ugyancsak, csak egy vaslemezből vágatva, lehet, hogy ez az alja, ki tudja. Ez tuti a teteje, ez alu, szép rácsozással, wow! Itt lesznek szép erősítő dobozaim, úgy látszik. Aha, itt ez jól össze van válogatva, itt valószínűleg a két trafónk volt, és ez az alja.
De akkor ezt még ők is fúrták ki, ez tök jó. Majd megnézzük, hogy hogy lehet összerakni egyáltalán a doboz. Ez megint egy nagyobb doboz. Nagyobb aljalemez. Tök jó. Lesznek erősítő dobozaim. Ez itt simán csak bevonva, behúzva a fóliába. Ez két, ja, ez kettő külön van. Két szép nagy alja teteje lemez. Kíváncsi vagyok, hogy hogy kell őket összerakni, valószínűleg ilyen sínes megoldás. Na, ha ez van így oldalt, behajlítva, akkor ez lesz az alja, nem? Hogy ezt mondta teteje? Remélem ahhoz a leírás is, hogy lehet gondolkozni, hogy hogy rakjam össze. Kicsit poros. Aha, és megint egy teli doboz. Nézzétek. Tehát ezek a sinek az oldallapokat tartják. Valószínűleg egy ilyet ki fogok nyitni. Mindenképpen. Tehát az egyik dobozunkba ez a néhány erősítő doboz foglalt helyet. Lehet abba építeni szépet. És valószínűleg most gyorsan kinyitjuk a másikat is. Kíváncsi vagyok, hogy az mit rejt. Az meg az apró lékot, szerintem. És, de nehéz. Valószínűleg abban már tényleg ilyen kisebb dolgok is lesznek. Jó. Nem mondtam, de ez nehezebb. Nagyobb is, meg nehezebb is. Na nézzük. Ez a snitzer már igen jobban vág. Ez se tökéletes. Jogi, van egy csomó snitzerem, kaptam. Jó. Nézzük ebbe a csomiba, mi van. Hogy van ez? Érdekesen. Na. Pont nem fogjátok már majd mindjárt látni. Aha. Puhítás. Még egy doboz. Ez is. Egyet összerakunk. Jó. Aha. A projekt. A nyákok. Hát a 38-86-tal akarok építeni erősítőt, akkor van hozzá némi nyákom. Tök jó. Így jön Kínából? Profil. Nézzük, mik vannak itt. Csavar. Egy toroid. Nézzük, mit tud ez a toroidocska. Már ha írja. Erről nem írta. Van rajta kábel rendesen. Nem írja. Hát ennek nem örülök, hogy be kell mérjem. Be kell mérjem. Egy trafó. Még egy. Ezen már az a papír sincs rajta. De itt van rajta hátulján. Az a baj, tényleg nincs rajta, hogy mit tud. Majd bemérjük. Van két szép toroidom. Ez most nem tudom már melyik nyák. Lehet, hogy az új fajta. Ha megnézem. Ez nem az, amit már én terveztem. Az egyik az, amit én terveztem. Egy speciális szimmetrikus-aszimmetrikus átalakító IC-t váltottam ki. Sima műveleti erősítővel. Na, meglátjuk. Meglátjuk, hogy melyik van ez. Jó, haladjunk tovább. Szivacs. Ezek mik? Kis adapterek. Ezek kis kapcsüzemű tápocskák. Te mi vagy? Made in Chinese. Valaminek a töltikéje, ilyen csatlakozókkal. Jaj, ez kamerának a fenekébe szerintem a kamerának a tápja. Nézzétek csak.
Tehát ilyen, vagy fényképezőgép, bocsi, tehát ez a verzió, hát az arra, hogy Canon, tehát az Apex Sony. Fényképezőgépnek a állandó tápellátására, meg ez is, Sony. Sonyi! Kaptam 3 darab kapcsitápot, és megint van valami terjedelmes itt alatta. Te mi vagy? Láb. Erős tőz lábacska. 4 darab szép korong alakú lábicek. És nézem itt. Van még dögivel tud. Nem is gondoltam, hogy ez ilyen nagy. Előlapok, vagy hátlap. Ez tuti speakön. És jó vastag ez, vagy kettes alulemel. Gyerekek. Kérdőjel. Ez valamilyen előlap lesz megint. Neked szét kell majd válogassam. És lesz belőle erősítő doboz. Na itt pont ki is lehet nyitni. Ez valami... Hú! Gyerekek, ez egy... Ez előlapja lesz. 1 centi vastag, vagy 8 mm minimum, de lehet, hogy 1 centi vastag. Tömör alumínium előlap. Ráadásul ilyen belülről csavarozható. Fú, össze kell rakni egy ilyet. Ez nekem nagyon tetszik ez a doboz. Hú! De szupi kis... Erősítő doboz lesz, és nézzétek csak, mit is kaptam hozzá. Gyönyörű borda. Gyönyörű borda. Hány darab gyönyörű bordám van? 1, 2. Nem tesszük tönkre. Ez be van még csomagolva is. Ez ugyancsak. Ezeket ide félreteszem erről. Ezek... Ez a sínes téma, ezen még van egy kis paszta is. Akkor ide rakták fel az IC-ket, ide ment belülre a erősítőpanel. No, hát mindjárt kiderítem, hogy mi hova. Itt is. Ez pedig pont az előlapja, én nem is értem, hogy ezen mit keres a paszta, meg ezen mit keresett az erősítő rész. Ennyi lett volna a hűtése? Na, ez is a centi vastag, vagy mondom 8 mm minimum. Alu. Ez mi? Tehát ez ilyen legó, gyerekek. Ez tuti vaslemez, nagyon nehéz. Aha. Ez vaslemezből a valamije. Ez most legó, gyerekek. Ez ugyancsak vaslemezből, szerintem ez megint csak elő vagy hátlap. Volt itt projekt, ahogy nézem rendesen. Ez megint egy telibe. Ez megint alu. Ez különböző méretű dobozoknak a alkatrészei szerintem. Ide. Egy-két ilyen erőstő dobozra való csodát küldött nekem az Ádám. Ez megint csak a oldala. Valószínűleg alul fölül, amire rá van szerelve kívülről, belülről. Össze kell pakoljunk egy ilyet. Ez mi ez? Jó, neki már ezek nem kellettek, mert ezek az erőstők így már befejezték a pályafutásukat. Ez megint csak ez a hosszú sínes. Jó, megnézzük, hogy mit hova. Összepakolok én ebből valami dobot. Megint csak alul fölül a oldala. Jó. És kifújt. Nem fújt ki, még itt van egy széles. Széles. Hát szerintem előlap. Ez már rekméret, rekméretű előlap. Jaj, de szép rekes előlapjaim lesznek. Még ha másba is kell felhasználni, oda is jó. Na. Nézzük, mire jó ez. Minimális karcokkal. De ez is egy gyönyörű, rekméretű előlap. Gondolom, mert 40 akárhány centi.
Mennyi a Shrek 43? 48 hosszú biztos. Ja, idáig, akkor jó. Akkor ezt szerintem rek méret. Akkor bordák mekkorák, meg hogy jönnek ide rá. Ja, hogy még a borda nincs is ilyenkor kifúrva, de itt belülről. Persze, mert erre megy rá. Tehát tuti, hogy a bordából kell kiindulni ilyenkor. És egy kis legó következik, mert ezekkel van ugye össze kapcsolva. Ja, meg csavart is adott hozzá egy zsákkal. Hol a csavarunk? Aha. Úgy néz. Már legózzunk egy gyorsat. Oké. Jó, elrakjuk innen. Itt a borda. Bordára megy föl, először ez. Gondolom én, hogy így. Jaja, a teteje ehhez lesz fogatva. Az eleje meg hátulja ezekhez. Ide vajon mekkora csavar mehet? Biztos, hogy elő van vágva. Négyes. Négyes csavar. Nézzünk oda csavarokat. Sülyeztet? Nem sülyeztet. Sima négy. Ez a sima négy. Sima négy, sima négy. Gondolom azok mennek oda. Meglátjuk. Nem, még nem fogtam bedolgozni a szupi behajtót. Hopp. Csak így egyet így összedobok. Jó, alulra ugyanez. Négyes. Valószínűleg a nagy zárt, egybecsomagolt túlszok azok még hiánytalanok, azokban valószínűleg benne van a csavar meg minden. Nézzük. Nézzük, mit lehet kihozni ebből. Csak úgy hirtelen sacra, mert leírás az minek, tudjátok. Szekrényt is összerakjuk leírás nélkül. Jó, másik bordánk. Hol vagy? Ez volt. Nézzük. Nem kéne ördöngösségnek lennie. Általában egyértelmű az is, hogy hova mi megy. Meg hogy milyen irányból kell felszerelni. Elugja. Oké. Ekkora bordára mentem 2x200 watt. Viccesen. Rámehet. Na, nézzük. Nézzétek csak. Van két ilyen bordám. Na most eleje, hátlapja, innentől kezdve azoktól függ. Lehet válogatni. Van itt vastag, vékony. Ezeket elrítom, mert nem férek. Rafókat eltesszük. Majd egyet bemérek, mert azért ez csak kettő. Láb. Jó. Egy vastag. Ez nem tudom már milyen volt ez. Ezek. De az vajon az is oldallap lenne? Nem tudom. Jó, ez megint csak egy ilyen vastag 8 mm-s erőlapszerűség. Ezek a kétre furt. Vágott vagy elő vagy hátlapok. Egyik kisebb. Hello. Hoppá. Aha. Jó. Na ez viszont. Ez két nagy. Ekkorának kell lennie? Nem.
Így van. Aha, hoppá. Ez szélesebb, mint gondoltam. És akkor az lesz az eleje. Nézzétek. Ha ez az alja, és valószínűleg ez az alja. Akkor ez ugye bejön ide. Aha. Jó. Igazából tök mindegy, hogy hogy rakjuk, de így is lehet. Nem, ez nem ide jön. Ez nem ide jön, nem ott vannak a lukak. Nem az övé. Vagy nem így van. Ott már van luk. Ja nem, a kis luk az oda esik. A kis luk oda esik, de abba nincs furat. Aha. Nem, oda esik a furat. Vagy fölé megy a bordának. Uh-huh. Jó, így is jó. Itt vannak kicsi feketék. Azt szerintem az lesz. Sima, ez mi ez? Ez Torx-nak néz ki. Nézzük. Aha. Ez is két. M4 sűjesztett. Ez lenne? Aha. A Torx-os, az néz ki jó benne. Aha. Hát fogantyúm az nincs hozzá. De ezek jók. Csavarok. És egy. Meg. Itt a negyedik. Jó. Oké. Nagy van hozzá. Anya csak egy van. Jó kihívás. Rakd össze úgy, hogy sose láttad egybe. Satszold meg, mihova való. Jó a három doboznyi. Tiszta kaszton kinézete lesz, mi? Gyere kicsit. Jó. Egy kicsi maszat volt rajta. Nem szép. És ugye erre még lehet bármit faragni. Bekapcsoló gombot. Miért nincs ez középen? Majd meglátjuk, hogy hogy van. Vagy lehet, hogy a teteje nem is M-es csavaros, hanem lemez csavarral menne bele. Hát itt nincs olyan. Csak az M-es van, meg a nagy M4. Jó, mert a tetejébe például lemez csavar, és akkor könnyebb szerelni. Jó, hátulját találjuk meg. Ki a hátulja? Nézzük meg. Két borda közé ki az, aki bemegy. Ez biztos nem. Ez már inkább. Itt is van. Itt is van. Ez való ide. Ez tuti ide jön, gyerekek. Akkor így. Ugyancsak négyes. Ezekkel.
Szép, mi? Hátulja, mehet bele a két speakern. Itt nem tudom, mi gercéja. Azt ugye középre meg volt nekik egy ilyen tápcsatlakozójuk, de valahogy nagy kitalálok. Vagy bemegy fixen, és ide például rakhatok egy csiptetőst, vagy valami banánosat. Nem, az nem fér oda. És ilyen szép előlapunk van. Wow. Igen, az előlap ez amúgy imbuszos. Én meg a Torx-szal tekergettem. Na baj, mindjárt szerzek bele egy megfelelő imbuszt, azzal meghúzom. És legalább egy össze legyen rakva egy ilyen dobozból. És el tudjak rajta gondolkodni, hogy mit építek be. Na de nézzetek, tiszta kasztom, mi? Két jó fogantyú. Szép hűtőborda. Teteje vajon hogy megy rá? Simán? Mellesleg a... hosszú vastag alu előlap az... hát az... nem is ehhez van. Tehát az viszont egy másik dobozmérethez van. Ahogy nézem a felfogatásaiból, az valami keskenyebb, gyerekek, az valami keskenyebb. Ezt is megpróbáltam összerakni majd, de ez nem tudom, hogy megy. De ez nagyon durva ez a vastag alumínium előlap, de az nem ezé. Az nem ezé. Na majd faragjuk később, persze. Tök jó. Jó. Hát csak, ez csak alja lesz. Majd ebbe férne. Szerintem ez csak alja. Nem. Hopp, de mögé megy. Akkor nem. Ez csak alja. Csak alja, és ezek lesznek a tetők talán. Ugye ez? Nem jó. Ezek más méretek. Ez is. Akkor meg... hányféle doboz ez? Jól ide adta a legót, mi? Ez valami hosszúkás. Ez biztos nem az övé. Ezek se. Akkor csak az lesz a... főső, nem ez. Hogy volt a másik? Ugyanez. Ez miért nem megy rá? Aha. Érdekes. Vagy nem mindegy az se, hogy hogy rakod rá az alsót. Igen, most ott jól oda húztam, de azt nem lehet csak úgy visszaengedni. Hogy kell közé valami alátét, de az hülyeség. Hű, de ez a tete. Jól ráhúztam. Nem tudom. Valami nem stimmel. Vagy nem az övé. Az a baj, hogy ez kívülre esik. Tehát itt még ha rá is menne elől, és de jó néz ki, akkor is hátul kívülre esik, és úgy hülyén néz ki. Vagy alul is ott kell lennie. Minden lehetséges. Akár. Ez elől jó néz ki. Igen, valami ilyen turpisság lesz. Ugye a fedlapoknak itt van egy bevágása, itt meg nem. Úgyhogy az vagy kívülre esik, de az előlapnál valószínűleg a simán felfekvős van.
ahol nincs rés. Jó. Úgyhogy újra rá kell rakjam az alját. Igen, feszült. Feszült is egy kicsit. Úgyhogy... fogom, edőjjel. Hol a fogom? Edőle ez a... Mindegy. Essél le. Itt van. Szóval nem mindegy valószínűleg, hogy... Merre van az előre. Jó. Nézzük meg, ez még itt lötyög. Ha én ezt nem így rakom föl. Az úgy jön ki, hogy mögé megy, igen. Ez valószínűleg így kell menjen kívülről rá. Nem baj, mert úgy nem feszül. Csavarok is jó helyen vannak. Az se lehetetlen, hogy hajtok bele valami lemezcsavart, mert ez nagyon lemezcsavaros. Jellegű ez a look. Úgyhogy, de tudni nem egy M4. Tehát oda valami lemezcsavar kéne, de az nincs hozzá. Meg a lábát is valamivel föl kéne rakni, azt se lehetett, hogy a lába volt itt. De kellene meg egyáltalán láb? Itt hogy néz ki a láb? Hülyén néz ki a láb. Akkor oda nem rakunk lábat. Nem, ide valami lemezcsavar kell. Ami belemegy. Mert máshogy nem jön. Nem jön össze. Ezt én meghúzom. Másképp nem lehet meghúzni. De egy tök szép szimmetrikus felépítésű, házilag összerakható erősítő doboz. Tök jó. Alulra, fölülre pedig ezt az M3-as dolgot ezt megszüntetem, és kap lemez csavarokat, mert ugye nekem van ilyen zacskós instant lédig lemez csavar készletem, és ezek között keresek éppen aktuálisan olyat, ami talán itt még meg is állja a helyét, mert ugye csak lemezbe tekerem, tehát ezt lenne értelmes, ha kihasználni. Aha, csak nem ezzel hajtom be, hanem csavarnyúzóval. Hopp, aha. Ez nem jó. Ez ide nagy. Nekem érjem a magját. A furatnak. A furatot nem nagyon akarom felbővíteni. Kíváncsi vagyok, hogy belemegy, az kész. Na nézzük. A magja, maga a furat 4,1 elvileg. Nem vagy benne biztos. Itt, hát 2,89 inkább. Nézzük ennek a... Ez kicsi. Van, amelyik átesik így rajta. Na. Ez nem jó benne. Ennél vastagabb kell. Ide kell találjak egy jófajta feketét. Durván 3-as maggal. És akkor lesz nekem az alja tetejé lemezcsavarra húzható, tolható, rögzíthető. De a baj, hogy mindenféle csavar van itt. Na, ez jónak tűnik, 236. Na most, mivel ez ilyen lédig, mindenféle van benne, lehet keresgélni, nem biztos, hogy találok, de nagyban reménykedem, hogy lesz csavar vele. Megvagy. Megvagy, hadnagy. Ilyen bőket találjak most még egy nagy adaggal. Ez talán ennek a tesója.
Nem egyszerű bele csavarni, még így csavarhúzóval se. Anyád, nem volt jó ötlet. Nem jó. Pedig elvileg a bitfej az hozzávaló lenne. Hagyjuk. Két csavar benne. Fantasztikus. Oké. Lédik csavar arrébb. Szép. Hát, olyan mondom, az sajnos így jön rá, nem tudom miért, de így jön ki, tehát ilyen távol van. Aha, hát a vas ennyit enged meg, ez az összekötő vas. Már ha az övé. Ez se nagyobb, az a baj. Jó. Valaki ilyen. Ilyenné tette. Aha, itt még feljebb is kell jönni. Tuti. Na. Szép. Most jön ez. A mátorról így érdekesen néz ki, hogy rábukik a teteje meg az alja. Hát most nem tudom, így jön ki. Így jön ki. Jó, szerezzünk még csavart. Kész a doboz. Ezt, ha megfordítanám, kifele hajolna. Jó. Na, összedobtam egy ilyen szép nagy erősítő doboz, mint látjátok. Hát nem volt azért rövid idő, de egy rekméretű szép fekete erőlapú erősítő dobozt kaptunk így. És jól néz ki. És mehet bele bármi.
kicsit még csálé, de majd alakítok rajta. Jó, azok is valószínűleg mondom ilyenek. De lehet, hogy keskenyebbek, mert ott azok a tetők arra árulkodnak, hogy van itt keskenyebb verzió is. De alapvetően egy ilyen doboz jön ki, valószínűleg egy olyan csomagból. És ez tök szép, erős több doboz, gyerekek. Két ú magas, ahogy nézem. Fekete festett előlapja van. Méretes hűtőbordái. Mondom, ezen passzívban 2200 wattot minimum el lehet diszipálni. Speakernös kimenet, és ide valószínűleg mehet RCA. Vagy mondom, középre valami más, ide mehet akkor XLR, bármi. Már ide alapvetően a 220-as betáp csatlakozója ment náluk. Jó. Na, összeraktunk egy ilyen dobozt, azaz, hogy én. És így gyorsan bemérem azt a két trafót. És akkor lássuk a szörnyeteket. A mag egyébként méret alapján szerintem egy olyan 200 voltamperes lehet. Bár a számából nagyon nem derül ki, valami pro ampnak a trafója, vagy az gyártotta, nem tudom. Ebből a szép matricából pedig semmi az ég adta világon, nem derül ki, se teljesítmény, se feszültségek nincsenek feltüntetve. Egyértelmű, hogy a sodrott, fonott végek, itt amiket láthattok, ezek mind szimmetrikusak, úgyhogy ez így nem rossz. Kérdés, hogy milyen árambírásúak lesznek. Ez is, tehát négy szekundere van, és mindegyik szimmetrikus. Ennek ugyanígy. Egyértelmű, hogy ez a szép csőbe húzott, jó csőbe húzott engem is. Ez lesz a primer, de azért lenyisszantom róla ezt a kötegelő hadat. Gyere már le. Nézzük, mire lesz jó. Na szóval, itt, hát van egy, gondolom primer és szekunder közti elválasztás, az van kihozva az a földdel is. És van nekünk, hát 4 szál vezetékünk, ami mind a csőből jön ki. Hát most erre mit mondjak? Valószínűleg 2x110 voltos, de mindjárt nézzünk egy ellenállást mindegyikhez. Ezeket a sarukat le fogom vágni. És újra is blankolom az egészet, mert nem szeretem, amikor így lógnak ki dolgok. Úgyhogy az lesz, hogy itt méretre nyisszentjük, és leblankoljuk. Na jó, megmérem, hogy ki kicsoda, meg hova megy. A szekunderek nem zavarnak, hogy bár ez itt például csupasz, ezek még sarusak, azokat nem érdekel, hogy hova kéne dugni. Nézzük, ezek közül kikivel van kapcsolatban, és hány olmos. Olmos. Jó, nézzük először ezt a sárga, kék-barnát, semmi köze hozzá. Ennek ehhez van köze. Tehát a barna és hát ilyen szürkésszerű, és 4 ohm, vagy hogyha átváltok, akkor tényleg ohmot mutat. 3,8, MS pedig, ha teljesen hasonló, akkor ezek sorba vannak kötve, gondolom én. Na, 3,8, annyi. Ez 2x110 voltos lesz, nagy valószínűséggel, hogy ezeket majd okosba kell sorba kötni. És akkor ez lesz a primer. Hát nekem egyszerű dolgom van leválasztóból. Egy az, hogy azt is meg tudom nézni, hogy tényleg, ha csak ezt a kettőt bekötöm, akkor mit csinál. Ha világít, akkor sokat vesz egyértelműen. És megnézzük, hogy nem a leválasztó, de biztos nem. Most pont nem fogjátok látni, nem lesz benne a képbe, szerintem. Ja. Izzó.
csak az van rajta, vérít, mint az állat, így van, úgyhogy az ott 110 voltos, és most sacra sorba kötöm, itt van két vastag, két vékony, akkor viszont a két vastagat, mert azok voltak bepárosítva, próbára én szépen sorba kötöm, így, megnézzük, hogy a kék és a barna közt mi a helyzet. Jó. És szinte semmit nem vesz. Picit-picit kijebb megy, akkor ezt így kell használni. Jó. Szerintem szintén össze is forrasztom és lezsugorcsövetem. Jó. Felezési pont. Leszigetelve és akkor onnan meg már mehet a továbbiakhoz, mehet be a 230, jó, akkor bekapcsol, és izzom keresztül semmit nem vesz, ez nagyon jó. Hát megint szépen váltakozó feszültség mérésbe, a 200 voltos állás csak elég lesz, nem hiszem, hogy többet ad, mint 2x100, na most ezt itt izzóson van, és itt összeérintem, akkor villan az izzó, tök jó izzó villogtatót lehet vele csinálni, tehát van delej. Na most akkor az elsőt már nézhetem is, hogy mennyi van a két vége közt. Itt van nekünk 31 voltunk, merül az elemem, de jó. Tehát 2x16-ot mutat így, akkor viszont ez már 33, bocsi. 33 volt van itt, ezen mennyi van? Hát, ezen meg 23, ez 2x11-nek kéne lenni akkor. Nem. Mi van? Nem szimmetrikus? Nem szimmetrikus. Úristen, ez nem is egy szimmetrikus kimenet. Itt van egy 21. Itt van egy... Hello. Mi van már? Nem is... 21. 0,5. Hát ez mi? Hát ez lehet, nincs is emészkedő, nem baj, utána végigmérem sipolóval, hogy kinek kéz van köze. Jó, akkor ez a szürkés, ez... Hoppá! Ez meg 87. Húha! Ez 2x43, azért azzal már lehet csinálni erősítőt. 2x43 váltó. Aha. És a narancs. Valószínűleg a másik trafó tök ugyanilyen. A narancs az meg 73, húha, 36,8. Tehát van 2x36,8-am, 2x, miből van ez a trafó? 2x43-am, ott van egy 2x15-öm. Ja, eznek valami anomália van itt. Vagy nincs köze az egyikhez. A 21 és itt meg 0,45. Vagy nincs is köze hozzá, csak hülyeségeket miért. Jó, mindjárt meg is sipoltatom, azt tudják, ilyenkor lekapcsoljuk szépen róla a delejt. Átmegyünk sipolósba. Lehet, hogy ennek nincs is köze egyikhez se. Aha. Csak ugyanaz színnel ki van hozzá, nem tudom miért. Vagy szakadt és ez volt a baja. Nem tudom miért van. Miért van ott? Aha, nincs köze hozzá. Ezekhez. Se. Ehhez. Se. Ehhez se. Na most 2x40 akárhány volt ezzel. Nézzük. Ha ellenállás mérés beállítom. 0,4 a kábel. 0,9, tehát egy fél ómos. Fél ómos a 2x43-as, az jó, az terhelhető rendesen. És a 2x36 az meg, hát 0,3, 1,34, tehát az meg 1 ómos, az annyira azért nem terhelhető, de terhelhetőbb ez a szürke lesz. Tehát ez szürke a fél ómjával, meg a 43 voltjával per ág, az jó. Ez jó, az nem sok disszipáció, az, hát jó, van rajta vezeték rendesen, de én inkább
vékonyokat látok rajta, lehet beljebb van a vastag, a fene tudja. Nem tudom, minek lehetett ez a trafója, de ha jó, a 2x43 az jó, az 60 valamennyi lesz. 43 szorozva 1,41-jel. 60 volt lesz, 60,6. Tehát jó 43,1, tehát olyan 61 volt. Plusz minusz 60 voltról van erő. És akkor két ilyen trafó, mondom fejenként vagy 200 voltamperes biztos. Ha két ilyen trafót berakok egy erősítőbe, meg van a dual mono felépítés, és 60 voltról DC-be, plusz minusz 60-ról azért már lehet teljesítményt elérni. Lehet, berakom a szép új dobozomba, aztán azt is lehetne egyébként pont így megtáplálni benne valami jó kis végfogott 2x60 voltról. Lehet, hogy tudom is, hogy mit fogok belerakni abba a dobozba. Van egy kapcsolás, amit én szeretnék egy kicsit megerősíteni. Nem mondom, hogy tuningolni, mert azért tuningtól távol áll az, hogy több végtranzisztort használsz a végébe. De lehet ilyet csinálni. És tápot is egy minimális módosítással 2x50-ről 2x60-ra fel lehetne tolni. Itt a trafó hozzá. Már ezek a plusz, hát ez a 2x30 akárhány is, ez mire lesz jó? Fogalmam sincs. Mert az az egy ommal annyira azért nem terhelhető. A félomos kimenet ez jó. Ez jó, ez tuti vastag húzalra utal. A többi az meg itt 20-valahány, az ventilátor, az jó. 2x15, azt nem is néztem meg, hogy hány ohmos. Hány ohmos. Valószínűleg az egy ilyen kis árambírás, vannak ott nagyobb ellenállása lesz. És a 2x15, az meg a két vége közt is 4,7. Aha, tehát ilyen két ohmossal fél amperes talán, ha lehet. Úgyhogy az ott az előfoknak, hogyha van benne egyáltalán tényleg valami előerősítő, ilyesmi, arra mehet rá egyből. Tehát a 2x15-ből lesz 24, és abból le lehet stabilizálni ugyancsak 2x15-re stabilcével, és akkor bármilyen előfokot, vagy bármi cuccot lehet elé kötni. Tudja a 2x110-et, 115-öt. Egy tök jó kis trafó, gyerekek, és egyből, egy az egyben a közepén lehúzatható, tehát nem is kell ideig fölhozni, mert be van öntve. Be van, ott van benne a, ott most látszik, a műgyanta, vagy nem tudom mi, és azzal volt valószínűleg lefogatva, alatta ott van a szép gumi ütköző, hogy így a trafót bele lehet rakni a aljába a szép új dobozomnak, így kutya, kettőt ennek is rajta van persze, és a szürke kimenetével többit nem muszáj használni. Ez akkor mert tényleg a izének, Ventél Gábornak. Narancsárgát nem kell használni, csak a szürkét. És 2x60 voltról lehet kenetni az erőt, és teszem azt egy 2x150 wattot. Nem tudom, mekkora az a trafó. Azt se lehetetlen, hogy 300 voltamperes. Van itt rajta valami SCM25. Az nem tudom mi. De még az is lehet, hogy 250 voltamperes. Semmi adatot nem tudok erről a trafóról. Méretügyileg 200 fölött van, az biztos. Lehet, hogy 250-es. Azt akkor csúcsban lehet, hogy a 200 wattot is. Ahogy mondtam is, azzal a bordával a 200 wattot el lehet diszipálni. Jó, no, hát ezt kaptam a Hitspace-től, úgyhogy köszönöm szépen Ádámnak ezúton is, és ebből megint csak építenem kell valamit. Nagyon úgy néz ki, hogy annyi cuccot kapok, hogy lassan neki kell állni építős videóknak is, nem csak javítósoknak, meg nem csak csomagbontósoknak. Úgyhogy reméljük, hogy valami hasznosra fogom felhasználni. Örülök, hogy velem tartottatok. Köszönöm, hogy megnéztétek, nyomjatok lájkot, ha tetszett, és jövök legközelebb is. Sziasztok!